Zsákokban és dobozokban gyűlnek az adományok. Ezeket mind a rászorulóknak juttatják el a szekszárdi humánszolgáltató központ munkatársai. Az elmúlt 3 évtized alatt számos hátrányos helyzetben élő családon segítettek már, és ennek a segítő szándéknak napjainkban még nagyobb jelentősége van, hiszen egyre többen küzdenek a napi megélhetésért, és mellettük nem lehet szó nélkül elmenni. Nagyon nagy szükség van arra, hogy koordináljuk és összefogjunk itt a városban, és célirányosan az adományok eljussanak mindenkihez, mindenhova, mert hogy vannak rászorulók, és ugye azok, akik pedig hát nem hangosak, na ott van nagy feladata ugye a szakmának, illetve a civil szervezeteknek is arra az összefogásra, hogy mindenkihez eljusson azok is, akik éppen csendben vannak. Az adománygyűjtés folyamatos, viszont az adventi időszak közelettével különösen fontos lesz, hogy a nehéz helyzetben élő embertársaikon segítsünk, és szebbé tegyük az ünnepet számukra is. Ezt a központban leadott felajánlásokkal tehetjük meg, de más alternatíva is rendelkezésünkre áll. Általában most már egyébként az a jellemző, hogy a családok szokták vállalni, hogy elmehetnek hozzájuk, vagy itt a mi intézményünkben találkozik az adományozó és az, aki az adományt átveszi, mert régenben azért az volt a jellemző, hogy nem, hanem ugye akkor mi közvetítettük konkrétan, tehát hogy mi vittük ide, most már vállalják és szívesen megköszönik, és ugye az, aki adományoz, az meg még inkább sokkal nagyobb nyugalommal, és látja, hogy hova jut az az adomány, amit összegyűjtött. Az idén 30 éves humán szolgáltató központ a jubileum alkalmából egy ünnepség keretein belül szeretné feleleveníteni az elmúlt 3 évtized történéseit, valamint a kiváló dolgozónak járó megtisztelő címet is ezen a rendezvényen adnák át az arra méltó kollégának.